Iratkozz fel a Kitunes csatornára, induljon a végtelen móka! A selliket, a varázs vulkánt, a csodás gyöngyöket. Üzenet a palacban. Ma végre meghódítom a Shelly világot a Blue Peak erejének felhasználásával. A terv bomba biztos! Boldog, ragyog, kis csillag, bárcsak imádom a kád alját, a tiszta vizével, a gumikacsával, azzal a csillogó nem tudom mivel. Mi az a csillogó? A Shelly világból jött. Biztos, hogy egy gyémánt. Az enyém? Nem, én láttam meg előbb. Ó, egy üveg! Ki dobta ide? Ha tovább szennyezzük a fürdővizet, hamarosan nem lesz. Van benne valami? Lássuk! Valakinek a rajza. Klassz! Mit rajzolt? Shellynek tűnik. Nézd, és két Sofia is van. Hű, de ki rajzolta? Szerintem az én vagyok a rajzon. Egy cof, két cof, egyértelmű, nem? Hogy? Nekem is van cofom, és... tök mindegy, meg kell tudnunk, ki rajzolta ezt a gyönyörű képet, és megtudni, hogy kik is ők. Ha az üveg a lefolyóból jött, azt gondolom, az alkotó a Shelly világban lehet. Remélem én vagyok, bár lerajzolna valaki. Csak egy módon tudhatjuk meg. Megkérdezem! Ez egy rajzrólad? Nem tudom, de Luna, Max és Lovely szerint róluk. Shelly, nem te üzöl velünk tréfát, ugye? Mindenki elsőként rám gondol, amikor történik valami. Miért kapok ekkora figyelmet? Talán a gyémántom miatt. Ez gyönyörű. Az, de a rajzot nem én csináltam, bocsi. Dolly, te mindig történeteket találsz ki, most is így volt? Így igaz, imádok fantáziálgatni, de csak is a babámat rajzolom le. Nem így van, tök mag? Lizzy, szeretsz rajzolni? A szív a te stílusod. Bocsi, de egy művész mindig ráteszi a szignóját. Pont így. Tanácstalan vagyok. Ezre egy kevés korallpúder tettek, vagyis a művész ott élhet a korallerdőben. Több millió korall van a korallerdőben. Nos, annyi nincs. És ha a festő épp mást is rajzolott? És ha nekem akarna adni egyet, miközben mi itt fecsegünk? Én akarok még. Menjünk! Várj, én is akarok! Magamnak! Hé, velem mi lesz? Igen, ezt én sem hagyom ki. Ha-ho! Van oda bent valaki? Lehet, hogy elkéstünk. A mi hibánk, folyton csak fecsegtünk, a festő meg eltűnt. Ide, ide! Itt egy másik rajz! Hé! És itt egy újabb, az enyém! Nem, Lovely, ezek nekem készültek, és ez még illatosabb, mint a legutóbbi. Nézd, még több rajz! Én is akarok! Nem, ez az enyém! Az az üveg az enyém! Nem, az enyém! Az enyém! Nézd! Elnézést! Ön rajzolta ezeket a képeket! A csapdámba estetek! Ide az erőitekkel! Ó, ez zárpász! Átvert minket! Úszás! Ne ússzatok el! Jaj, ne! Azt hitték, neki készülnek a rajzok, de ismét zárpász volt! Segítenünk kell neki! Gyerünk! Állj! Megállj! Innen nincs menekvés! Gyorsan! Igen! Ezúttal nem lógtok meg! És most a tervem második fele jön! Zárpász! Sosem kapod meg az erőiket! Vigyázz! Úszás, Blupik, úszás! A kő elzárja a kijáratot! Jó, hogy már mind biztonságban vannak. Bár én is szerettem volna egy rajzot kapni. Fú, majdnem zárpász győzött. Közel jártunk ahhoz, hogy csapdába ejtsen. Szerencsénkre a Shellyk ott voltak. Van egy ötletem. Rajzoljunk nekik valamit. És elküldjük nekik egy-egy üveget.
Ne aggódj, pajtás! Egy nap ez a világ a miénk lesz! Holdfény. Max, észrevetted? Ma este különlegesek a fények. Ha ezt az utat követjük, pont a kalózhajóhoz jutunk. Nézd csak, Sziára! Ebben a könyvben itt azt írják, hogy a hold 400-szor kisebb, mint a nap. Csendet! Itt nem tudok gondolkozni! Csak annyi, hogy a hold nagyon érdekes. Azt tudtad, hogy... Mára elegem van a holdból! Segíthetnél sokkal jobban! Mert a tervünk mindig félresiklik! A fellegekben jársz! Segítsetek! Hatalmas baj van a... Brigi, de jó, hogy hívtál! Tudtad, hogy a holdon nem lehet fütyülni? Ez a gond, amiről beszéltem nektek. Sziasztok! Bocs, hogy nem megyek közelebb hozzátok. Jó ég, mi történt? Nos hát, épp dolgokat vittünk a vulkánhoz, amikor Sally meglátott egy szép kormánykereket. És amikor leúszott, hogy megnézze. Hát bum! Egy ásító kagyló bekapta az úszonyát. De nyugodjatok meg, nem esett semmi bajom. A pikkelyeim olyan erősek, hogy amikor egy szápa megharapott, az ő foga tört ki. Nem lesz baj, Sally. Kihúzunk a csávából. Hát, úgy tűnik, Otinak ez nagyon tetszik. Erősebben! Nem vicces. Pontosan, mert nem céltábla vagyok. Én teljes erőmből fújtam, de semmi. Mit mondjak, makacs egy kagyló? Csiki-csata! Hogyan már? Mindenki tudja, hogy egy kagylóhéj a csiklandozás biztos. És ha szépen kérnénk? Kérünk, drága kagyló, légy kedves és nyíj ki. Még ha ezek nem is váltak be, te csak ne aggódj, Sally, mert amikor teli hold lesz... Már megint a hold? Ennél nagyobb gondunk van! Koncentráljunk a megoldásra! Csak azt próbáltam mondani, hogy... Ez egyre bonyolódik! Hatalmas tengeráramlat közeledik! Mindent magával sodor! Ki kell őt szabadítanunk, de hogy? Mit tegyünk? És ha bekennénk olajos algával? Igen, igen! Így, rakd a kagylóra! Óvatosan, mert kettőtéknek! Így nem fog menni! Biztonságba kell helyeznünk Sallyt! Oda kell vinnünk, ahol a holdfénye eléri. A kagylók azonnal kinyílnak a mintén. Hogy vagy képes a holdról fecsegni? Ez itt most vízhelyzet! Mit művel? Hova úszik? Áj, Lovely! Oti még lezuhan! Ez nagyon-nagyon mókás! Sally királynőnek érzel magam! Ő az olajos algától nagyon csúszós! Hát ez szuper gyors! Vigyázz! Jön az áramlat! Lemenőben van. Igyekeznünk kell. Köszönöm a segítséget. Tessék, egy ajándék. Hogy vetted rá, hogy kinyíljon? Minden teli holdkor a kagylók teljesen kinyílnak. A könyvben olvastam. Sajnálom, hogy nem figyeltem rád, Lovely. Nélküled nem sikerült volna.
Végül te mentetted meg Sallyt. Ha? Mennünk kell! Sziasztok! Sziasztok! Én is akarok! Jól van, de csak egyet! Egy csomód van! Igaz, de az enyémek! Egy szülinapi bulin kaptam, amiért... egyet! Igen. Csodás ötletünk van! Gyertek át egy szuper nyugis napra! Szuper nyugis? Nem lesz az? Unalmas! Kizárt! Ez egy különleges nap a végén meglepetéssel. Játszhatunk mondjuk Csend királyt. Az nagyon buli. Menjünk? Menjünk! Igen! Irigy! Tessék, cukorka! A mai napon minden szuper nyugis lesz. Nem hangoskodhatunk. A vulkán is pihen. Ma a nyugalom hullámait sugározza felénk. Gazsóber! Akárhova mehetünk! Menjünk! Mi az a színes dolog Fifi szájában? Olyan boldognak tűnik. Én is akarok. Én is! Hát persze. De csak egyet. Én is akarok! Nekik meg arc? Én nem is kérek! Menjünk kirándulni! Ez még egyet! Nyugalom! Parancsolj! Az enyém? De adj még egy olyan cukorkád, Léci! Köszönöm, nem kellett volna! Igazán? Ez nagyon kedves! Gyerünk, egy égetet akarunk! Ez hihetetlen! Ennyit a szuper nyugalomról! Ez gyönyörű! Olyan kár, hogy Luna ezt kihagyja. De ő nem akart jönni. Kit érdekel? Visszamegyek érte! Gyere! Látnod kell a vulkánt! Olyan ezek meg mik! Luna, add vissza őket! Ez nem szép! Te csak irigykedsz! Ezt kapom, amiért aggódtam, érted? Akkor maradj csak itt! Nincs több ajándékom! Biztosan nem bánja! Hé! Add vissza a cukorkáimat! Rosszul lesztek! Csak még egyet akarunk! Előbb el kell kapnatok! Csaj megzavarja a vulkán nyugalmát. Megnézem, mi történt. Luna, csendesebben kell játszanotok. Tudom, de elszabadultak a dolgok. Most mi lesz? A vulkán a megoldás. Elvisszük őket oda. Kösz, mindig számíthatok rátok. Nem úgy, mint ti. Jól van, a fejembe szállt a dicsőség. A legjobb lenne visszavinni őket az otthonaikba. Ez meg mi?
Egy cukorka? Mi történik? A kincsem! Lábak! Állj! Megállni! Épp időben! Ma igazán jól fogok aludni. Hol lehet Mimi? Boldog szülinapot! Boldog szülinapot, Hugi! Megünnepeljük? Igen! Meghívunk a szülinapi bulinkra! Bluebees idő! Menjünk! Az utolsó vagy szám tojás! Nem igazság, várjatok meg! Nem, gyertek velem, ez az én szülinapom is. Az én bulim sokkal szuperebb. Még egy szivacs trambulinnan is ugrálhatunk. De nálad nincs semmilyen étel, vagy konfetti, sem semmi. Ez nem szülinapi buli, és én már mindent megszerveztem. Tavaly minden úgy volt, ahogy te akartad. Idén én jövök. Na, arra befizetek. Mi ez az illat? Menjünk! Hova mentek? És az én bulim? Én is kérek! Gyertek a bulimra! Nálam van egy robotkacsa! Az én pinyátám jobb! Nézzétek, pinyáta! Nekem buborékugrálóm van! Buborékugrálóm! Próbáljátok ki a szupercsúsztám! Az én óriás kerekem jobb! Nem bírom tovább! Ebből elég! Miért nem tudtok együtt ünnepelni, ahogy mindig? Elmegyek! Igazabban, én is megyek! Most boldog vagy? Csak azért vagy dühös, mert az én óriás kerekem sokkal jobb! Uncsi vagy, és más se tudsz, csak tortákat sütni! A tortáim finomak! Na és ezt nevezed te óriás keréknek? Nehéz lett volna az én bulimra jönnöd, mindig tönkre kell tenned. Nézd, mit tettél, ez csak a te hibád. Vigyázz, Fifi! Úszta, hogy csak vigyázz, ott is jön. Ez közel volt? Ha? Na hát, csodálatos, ez mi lehet? Én megnézem. Várj, várj meg! Nem tudjuk, mi lehet ott. Ez meg mi? Menjünk. Mi? Ezt nézd meg, olyan, mint egy dugó. Ne nyúlj hozzá! Ne parancsolgass! Segítséget kell hívnom! Meglátod, tetszeni fog! Várjatok! Folyáltál! Megoldottuk a vitátokat! Mimi, egy mély lyukban! Segítenetek kell! Elnyeltem! Jól van, ne aggódj! Hol van a lyuk? Megmentjük! Igen, megmentjük Mimit! Menjünk! De mi van, ha veszélyes? Ez volt az! Meg kell találnunk! Ő a testvérem! Mi Bluepik vagyunk! Egy Bluepi senkit sem hagy cserben! Fogjatok erősen! Hol vagyunk? Hé, Bluepik! Nézzétek! Nézzétek! A fütőjátékai! Kápi!
Folytatjuk! Selliket, a varázs vulkánt, a csodás gyöngyöket. Blue Bees, Blue Blue Bees. Meghívunk a szülinapi bulinkra! Blue Bees idő! Ezt nézd meg! Sellők lettünk! Új barátok! Ez tetszik! Repülő vagyok! Kapunk levegőt! Ez fantasztikus! Ez csodálatos! Az mi lehet ott? Hé, srácok! Gyertek! Van ott valami! Hi-ha! Ez csodálatos! Csodálatos! Ilyet én még életemben nem láttam! Nézzük meg közelebbről! Oh, maradj itt! Veszélyes lehet! Van ott valaki! Hé! Hey, szia! Igen, te kispajtás! Ó, oh, hova megy? Luna, elijesztetted! Vendégek, vendégek, vendégek jöttek! Vendégek! 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 De jó! Oda megyek! Nyugi, barátságosan, gyertek! Hello, mi Blupik vagyunk. Ó, nagyra nőttetek! Hol vagyunk? És kik vagytok? Lizi vagyok. Rigi. Sally. Dolly. Nika. Daphne. Hello, Ciara vagyok. Egy pillanat, Fifi eltűnt. Ki az a Fifi? Egy tengeri csillag, nagyon apró. Arra felé ment. Jaj, ne! Akkor betévedt Zárpász területére. Kinek a területe? Mi segítünk, maradjatok, ez veszélyes lehet. Úszás! Fifi! 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 Nyugodj meg! Segítünk rajtad! Ez az én területem! Botorserik, ezért most megfizettek! Mégis mi tarthat ennyi ideig? Történt valami. Megyek, megnézem. De azt mondták, hogy itt várjunk! Te várj, ha akarsz! Fifi bajban van, ha már akkor utána engedtél volna. Nem az én hibám! Mimi miatt jöttünk ide! Hé! Nem én kértem, hogy mentsetek meg, hanem Sweetie! Ezt kapom, amiért annyira aggódtam, érted? Az egész a te hibád! Nem a tiéd! Nem a tiéd! Nem a tiéd! A tiéd! Csendet! Ott! Itt vagyunk! Fifi! Lizi! Ne! Vigyázz! Csapdába csal! Hű! Jó nagyra nőtt, Sellők! Ide az igaz gyöngyöket és mindent, ami csillog! Szaporán! Semmi nincs nálunk, csak a barátainkért jöttünk. Senki nem megy innen sehová! Ó, oh, mi történik? Arról szó se lehet! Ezzel még nincs vége! Visszajövök! Au! Hol a kiárat? Ez hihetetlen volt! Mégis hogy csináltátok? Mintha szupererőnk lenne! A vulkán az oka! Megóv minket! Varázslatos és még rengeteg más dologra képes! Köszönjük szépen, vulkán! Köszönöm, Lizi! Mimi, Max, köszönöm, hogy segítettetek! Ó, mennem kell. Viszlát, még jövünk. Hova mentek? Csak most jöttetek. Mi lesz a bulival? Ma
Most haza kell mennünk. Máskor jövünk még, és ha hiányoznánk, hívjatok minket a Bloopy Toki. Sziasztok! Ó, a Bloopy Toki. Az az érzésem, hogy ez egy csodálatos tengeri barátság kezdete.